szexuális segédeszköz lehet egész egyszerűen egy pávatól, egy nagyon aranyos kis pamacs, ami mondjuk sejmesebbé teszi azt, hogy a bőrödet simogatod bele, az erogén zónáidat. Szia, Monik! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Örülök, hogy itt vagy. Én köszönöm. Magyarországon vagy egy éve, ha jól tudom, az előbb mondtad a műsor előtt. Mi történik, ha vége a Covid-nak és ennek a helyzetnek? Mit csinálsz tovább? Hát szerintem mindent ugyanúgy csinálok. Igazából a Covid engem olyan mértékben befolyásolt, és... Hogy itt vagyok Magyarországon, ugye anyukám miatt elsősorban, mert, hogy mondjam, ezt szerintem így meg lehet érteni, hogyha kint lennék Olaszországban, és mondjuk valami baj lenne, akkor nem tudnék oda sietni. Úgyhogy emiatt itthon maradtam. Hát, hogyha a Covid-nak vége lesz, nem tudom, hogy egyáltalán vége lesz-e, mert ugye most azt mondják, hogy van ilyen vakcina, olyan vakcina, ezeket mindig fel kell újítani, megint más vakcinára van szükség, és ugyanakkor nem is tudom, hogy egy egészséges embernek mennyire van igazából erre az oltásra szüksége. Nem tehát tudom. Ez ugye megint... Igen, megosztottak igen, a hogy vélemények. Ennek mi a... Igen, hogy ebből most mi a jó, vagy mi a rossz, mert amikor kiskorunkban megkaptuk a bárányhimlő elleni oltást, az minket mondjuk véd egy életre. De ez most meg olyan végül is, mint egy mutálódott influenza, ez az én személyes véleményem. És szerintem egy időszervezetet, vagy egy betegszervezetet kitenni még plusz egy ilyen sok hatásnak, amiről nem tudunk semmit, nem biztos, hogy nagyon jó. De ez csak a személyes véleményem. Monik, nagyon szeretek mindig a közepébe csapni. Szerinted szexualitás terén mi a legnagyobb bajunk itthon? Kezdjük úgy, hogy a nőknek. Szerintem Magyarországon ugyanaz a problémánk, mint tehát a nőknek, mint mondjuk a civilizáltabb társadalmakba, de ezt gondolok itt egész Európa, Amerika, Ausztrália és még sok fejlettebb városról, hogy hiába is van az, hogy mi kihirdettük azt, hogy egyenjogúak vagyunk, nem tartanak minket egyenjogúnak, és ez a szexualitásra is jellemző. Sajnos most így a médiából értesülve így bizonyos politikai dolgokban hallottam, hogy a nőknek elég kevesebb pénz, vagy hogy a nő is ember, meg a lánygyerek is gyerek, de ezek szerintem borzasztó, mert így valamilyen szinten minket lenyomnak. És úgy érezzük, hogy nekünk nincs jogunk ahhoz, mint egy férfinek. Például az elfogadott, hogyha egy férfi megcsalja a feleségét. Hogyha egy nő csinálja ugyanazt, akkor az egy büdös... De erre most nem tudtam szebben kifejezni, és ebből kifolyólag a nők nem merik megélni a szexualitásukat, nem merik élvezni a szexet. Az, hogy egy férfi megnéz egy felnőtt filmet, az is természetesnek megy. Mondjuk én azt figyeltem meg azt hallom mindenkitől, hogy mondjuk az új generáció, a fiatalok, azok ugyanúgy megnézik a filmeket, a fiatalabb generáció igenis azt mondja, hogy amit nekik szabad, nekünk is szabad. Viszont a politikát, az, hogy tényleg melyik országba születünk le, és hogy az akkori politikai irányítás hogyan szabályozza be a nőket, ez mindenféleképpen kihat a testünkre és a lelkünkre, és ugye ami kihat a lelkünkre, az kihat a testünkre is. Például a nők nem merik megélni az orgazmust, hogyha fáj nekik a szex, nem mernek róla beszélni, hanem beletörődnek, és mondjuk felfogják, mint egy szükséges rossz. Most így a karantén alatt így nézek filmeket, amúgy nem nagyon szoktam nézni, és egy filmet láttam arról, hogy hogyan ment ez régen az angol királyi családba, ha királynőnek nem lett fiúgyereke, akkor rögtön lepasszolták, akkor kellett egy udvarhölgy, ha az udvarhölgy lány szült, akkor az már
megint nem gyerek, és ez ment tovább, és szerintem főleg ez a kormány bele akarja a nőket stuffolni abba, minthogyha egy gyerekcsináló gépek lennénk, hogy neked ez a feladatod, és valamilyen szinten a férfi az a teremtés koronája. És miről beszélünk, amikor mi adunk életet? A kérdés az az, hogy ha már egyenjogúságról beszélünk, bár nem akartam nagyon ebbe az irányba menni, lehetünk valaha egyenjogúak? És ne világszerte, és ne, tehát hagyjuk ki a politikát ebből, hanem induljunk ki abból, ahogyan az identitásukat, a nőiességünket, vagy akár a szexualitást, ahogy megéljük, vagy ahogy gondolunk rá, lehetünk-e egyenjogúak? Szerintem a nő meg a férfi az teljesen két különböző élőlény valamilyen szinten, tehát más a hormonrendszerünk, más a testünk, más az érzelmi, a lelki beállítottságunk, ugye ciklusok szerint vagyunk beszabályozva amúgy is, és szerintem ugye az is, hogy a kötőszöveteink gyengék, a testünk sokkal gyengébbek, minket egy más szerepre szánt az élet, nem arra, hogy hadba menjünk a férfiakkal, és leszúrjunk nem tudom hány ember, tehát ez így van fölépítve. Én azt mondom, hogy szerintem akkor lenne a jó, hogyha a nő tökéletesen meg tudná élni a nőiességének a szépségét, mint nő, egy férfi pedig ezt respektálva szeretné magát a nő. Hogy leírod nekem lenne egy picit, hogy milyen az, amikor egy nő szereti magát, és elfogadja magát olyannak, amilyen, és esetleg még szépnek is látja magát? Szerintem nekünk pontosan azt kell kifejezésre juttatni, amit a természet nekünk adott. Szerintem így az emlős fajtában az ember az egyetlen, ahol ugye a nő a szebb, a mutatósabb. Én azt mondom, hogy minden test gyönyörű, de a női test az csodálatos. Tehát mindenhogyan meg kell tanulnunk magunkat elfogadni, legalábbis mindent meg kell tennünk azért, hogy el tudjuk magunkat fogadni. Ezt először is mindig azt mondom, hogy lelkileg kell ide eljutni, és akkor utána az ember tudja magát valamilyen szinten formálni, szépen öltözni, sminkelni, megcsinálni a haját, megélni az anyaságát, és megtalálni a szépségét. Megtalálni egy partner kapcsolatban is a szépségét, mondjuk viccet űzni a gyengeségeinkből, például én mindig azt szoktam mondani a férfiaknak, hogy nekem csak olyan kell, aki tudja cipelni a csomagjaimat, mert azok elég nehezek szoktak lenni, de viszont nekik az könnyen megy. Én edzhetek naponta, ők edzés nélkül is erősebbek, mint én. Tehát ezeket nekünk tudomásul kell venni, nekik meg tudomásul kell venni az, hogy mi meg ezért cserébe nekünk rengeteg gyengétséget, empátiát, szeretetet tudunk adni, és meg is tudjuk esetleg őket tanítani rá, aki erre vevő. Mikor jön el az idő, szerinted, vagy mikor a megfelelő idő arra, hogy szexuális eszközöket vásároljon magának valaki? És az időt kérdezem, és nem az okot. Mikor jön el az ideális pillanat, hogy az ember szexuális segédeszközöket vásároljon? Ez nagyon-nagyon jó kérdés megint. Hát ezen még én se gondolkoztam. Talán az lenne itt, ami segítene, hogy milyen szexuális segédeszközöket, ugyanis annak hatalmas lehetőségeink vannak, tehát egy szexshopba bemenni az lassan olyan már, mint egy csoki boltba, ha így nézzük, tehát szexuális segédeszköz lehet egész egyszerűen egy pávatól, egy nagyon aranyos kis pamacs, ami mondjuk sejmesebbé teszi azt, hogy a bőrödet simogatod vele, az erogén zónáidat, szerintem ezt minden korosztályba szabad, mert egy kedves boldogságérzést adsz vele a partnerednek. Ugyanakkor ellentétben ezzel szexuális segédeszköz lehet egy ostor is, amivel lágyan ütögetheted a másikat, vagy esetleg erősebben, ami ugye a fekete meg a szürk 50 árnyalata után most még elterjedtebb lett. De
Ezen már ugye elgondolkoznék, mert ezek már olyan szexuális segédeszközök, amivel viszont fájdalmat okozhatsz a másiknak. Tehát én azt mondom, hogy ezeknek a szexuális segédeszközöknek a vásárlása az mindenféleképpen kérjen tanácsot az eladótól. Szexuális webshopba, főleg egy bizonyos korig és tapasztalat nélkül, ne csináljuk azt, hogy fölmegyünk az internetre, mert nem fogjuk tudni, hogy mit veszünk. Azt fogjuk meg, vegyük a kezünkbe, és érezzük azt, hogy milyen hatással van ránk. Mert ez ugyanúgy vonatkozik, mint egy ruhára, nem tudhatjuk, hogy azon a babán vagy ott az interneten az jó, de lehet, hogy egy magas lánynak volt tervezve, lehet, hogy egy kicsinek, és ugyanez vonatkozik a vibrátorokra, a dildokra, ugye, amire már azt mondom, hogy, hogy kicsit mondjuk menjünk a simogatás után bele a mélyebb vízbe. Ennek is nagyon-nagyon tág köre van, tehát az egészen az kezdetleges, nagyon kemény anyagú vibrátoroktól most már vannak olyanok, amik szinte visszaadják a testnek az egész érzését, van olyan, ami melegít, van olyan, ami vibrációt alkalmaz. Nőknél szerintem nagyon jó lehet, akár a szexuális együttlét kiegészítésére a csiklóizgatók, és nagyon-nagyon szuper csiklóizgatókat lehet kapni, ami mondjuk lehet őket használni, mondjuk ha partnereddel közösülsz közbe, közbírgatod a csiklódat, nagyon-nagyon jó érzés tud lenni. Oké. Szóval igen. A kérdésem az igen. Az, hogy amikor... Igen, és akkor igen, még tudom. Igen, és akkor még tudunk menni az ilyen nagyon egyszerű dolgokig, amit szerintem minden háztartásban kéne, hogy legyen, bizonyos sokok miatt a sikosítók. Ugye vannak a vizes bázisú, a szilikonos bázisú sikosítók, amit én mindenkinek ajánlanák, hogy legyen otthon, mert van olyan, hogy főleg a nők esetében, hogy kívánjuk a partnerünket, de nem tudunk mindig 100%-osan ott lenni, vagy pedig változókorba kerülünk, vagy akármilyen gyógyszerek hatására, viszont egy sikosító élvezetessé tudja tenni a szexualitást 100%-osan. Miért sérti az egyes férfiakat az, hogyha a nő vibrátort szeretne magának? Tehát miért érzi kevesebbnek magát a férfi? Ha már eljut odáig a férfi, hogy a vibrátortól kevesebbnek érzi magát, szerintem nagyon jó. Viszont ha egy férfi ajándékoz neked egy vibrátort, mondjuk, ami távirányíthatós, az azt jelenti, hogy nem akar dolgozni, akkor mi érezzük magunkat sértve. Tehát akkor még mindig az a jó. Azon kívül, amitől sértve érezheti magát, az mondjuk esetleg, hogyha a férfi egy kisebb mérettel rendelkezik, a nő pedig válít otthonra, hogy és visz egy ekkorát. Értem. Igen, tehát ebben az esetben, de mondjuk ezt ki lehet azzal küszöbölni, hogy együtt mentek egy üzletbe, és együtt választjátok ki, és mondjuk a nő nem csak magának vesz egy vibrátor, hanem neki is mondjuk egy péniszgyűrűt, amivel szintén lehet stimulálni az érzést a férfinek, sokkal izgalmasabb lehet a dolog, és akkor mindenkinek legyen egy plusz játéka, és akkor nem fogja magát sértve érezni. Monika, amikor pornofilmeket forgattál, mennyire szeretted a munkádat? Engem nagyon-nagyon érdekel ez a kérdés, hogy el lehet-e vonatkoztatni, hogy az csak egy munka, az a test ott, a munkám eszköze, vagy esetleg a férfiak, akikkel együtt dolgoztál, vonzottak is egyben? Ez teljesen különböző. Volt, aki vonzott a munkám során, és volt, aki egyáltalán nem, de igazából, amikor filmet csinálunk, akkor azt nézzük, hogy az a partner, az jó legyen arra a szerepre,
és hogy működőképes legyen. Tehát ne legyen az, hogy ott malmozik mindenki, hogy na kisfiam, várunk, és ugye nem működik, mert mondjuk 5:30 van, tehát nem 6-ot mutat az óra, akkor ott ugye azért komoly problémák vannak, vagy ugye amikor még filmnél probléma van, hogyha a férfi nem képes mondjuk arra, hogy számolnak 5-öt elérvezni, ugyanis annak látványosnak kell lenni a filmbe, tehát inkább mi a profizmusra törekszünk elsősorban egy filmre, és amikor megvan a kölcsönös szimpátia, akkor pedig nagyon-nagyon jól lehet együtt dolgozni. Mekkora stressz ez? Hisz meztelenül kell megjelenni a stáb előtt. 5-10 ember legalább, ha nem több. Órára kell dolgozni, órára kell vagy érezni, vagy szimulálni érzéseket, hogy ez mennyi stressz igazából, mert ugye azt mondják az emberek jó néhányan, nem általánosítok, hogy mindenki, de nem egyszer hallottam azt, hogy hát pornószínésznőnek lenni nagyon könnyű. Én meg azt mondom, hogy borzasztó nehéz. Hát eleve, ha belegondolunk, hogy a testedet, tehát hogy az intimitásod megszűnt, mindenki látja a stábból a reakcióidat, az érzéseidet. Mennyi stressz van ebben? Illetve a következő ugyanide tartozó kérdésem az az, hogy kell egy jó önismeret, vagy pont azok jelentkeznek, akiknek kevesebb az önismeretük, önbecsülésük erre a szakmára? Hát én csak magamról tudok beszélni, meg a kolléganőimről, akikkel ugye együtt dolgoztunk. Én például egyáltalán nem stresszelek a kamera előtt, egyáltalán nem stresszelek, ha néznek közben 20-an, hogyha belevilágítanak mindenhova, és hogyha fölveszik, mert az nem egy intim érzés. Viszont, hogyha együtt vagyok egy valakivel, akit mondjuk szeretek, és nagyon fontos neki minden, akkor a mai napig szégyelős vagyok, és nagyon sokszor még azt mondom, hogy kapcsoljuk le a villanyt, tehát az bennem van, valószínűleg másról szól. Tehát itt is azt mondom, hogy talán ez is azért van, mert külön választom a privát szférát, meg a munkát. Tehát a munka az egy bizonyos fajta exhibicionizmus, azon kívül a szexet nagyon szeretem, ismerem, semmi olyan nem találkozok, tehát valami olyat csinálok, amit szeretek, és jól tudom csinálni, egyáltalán nincsen, és nem is volt soha lámpalázom ilyen szinten. A kollégáimről beszélve azt mondom, hogy szerintem a lányoknak nincs vele különösebb problémája, legalábbis azoknak a lányoknak, akiket én ismerek, hogyha pedig van és mondjuk velem dolgoznak, akkor ezt a légkört pár perc alatt föl lehet váltani egy pozitív légkörre, egy pár kedves szó, tudod, hogy mikor és hogyan szóljál, vagy hogyan irányítsd a másikat, és akkor ez megszűnik. A fiúk részéről viszont van stressz. Ugye mi használhatunk sikosítót, kifordulhatunk a kamerából, hogyha éppen olyanunk van. Egy férfi viszont nem tudja eljátszani, hogy jó neki. És nekik ott teljesíteni kell. Monik, bennem van ez, hogy amivel kezdtük kérdés, hogy én azt látom, elég sok hallgató van nálam, hölgy, és van egy nagyon provokatív kérdésem, ugye azt mondják, hogy évek óta járnak önismereti képzésekre, ők rajta vannak ezen a pályán, ők tudják. És amikor bedobom azt a kérdésemet, jó, és van otthon vibrátorod, akkor kétféle reakciót találok, az egyik a teljes felháborodás, hogy merek ilyet, és meg is kérdezik, hogy ez része a tematikának, hogy ez része annak, amit tanulnak az önismeretnek? Tehát, hogy van egy felháborodás, de egy ilyen dühös felháborodás, és a másik része az hát ez a nő hülye, ennek elment az esze, és talán van egy harmadik, de ők a kisebb létszámban rendelkezők, akik gyorsan fölteszik a kezüket, hogy nekik bezzeg van otthon, és hogy mi a rossz ebben, tehát, hogy mi kell, hogy történjen, hogy mi nők, egymás között, vagy akár férfiak jelenlétében jelzem bizalmi körön belül, tehát nem fűvel fával, nem publikusan, hanem bizalmi körökön belül,
hogy mi kell, hogy történjen, vagy mit kell tanulni ahhoz, hogy egyrészt vállaljuk azt, hogy van több lehetőségünk az életben több örömet szerezni, nem beszélve a párunknak a vágyairól, amelyekről szerintem nem is mer megszólalni, ugye egy prűd feleség mellett miért merne megszólalni, hogy mire vágyik. És a második kérdésem, hogy mikor indul el szerinted, vagy mi kell, hogy elinduljon ez a fajta nyitottság, hogy egyrészt beszéljünk róla, és aztán tegyünk is érte. És nem a férfiért jelzem, hanem a jobb önismeretünkért. Te is úgy látod, hogy kell az önismerethez, vagy én vagyok tényleg kicsit megbolondulva? Szerintem nagyon-nagyon jól látod, és szerintem egyetlen egy dolgot tudunk tenni, kinyitni a szánkat, és mindenhol beszélni. És ugye, amikor a nők egymás között beszélgetnek, akkor a nők is ugye nyitottabbak. A férfiak előtt sokkal nehezebben nyílunk meg. Szerintem, hogyha mi nők egymás között meg tudunk nyílni, és ugye beszélgetni, a genetikánk, az anatómiánk és a kultúránk is olyan, akkor utána az egyik nő látni fogja rajtad, hogy te megcsinálod, és te csinálod, akkor ő is meg fogja próbálni. De hogyha folyamatosan ugye azt halljuk, hogy nem, nem szabad, nem jó, nem való, akkor egy idő után el is hisszük. Tehát ahhoz, hogy elhiggyük ennek az ellenkezőjét, beszélni kell róla, csinálni, csinálni, csinálni. És a vibrátor használata is ilyen, holott én azt mondom, hogy egy nagyon jó barát tud lenni, és soha nem töri össze a szívünket, ugye, mint egy férfi. Plusz, ugye az, hogy egy nőnek meg kell tanulnia a saját testét, kívülről, belülről meg kell tanulnunk azt, hogy mi jó nekünk, hogy ezt a partnerünknek is át tudjuk adni a lehető leghamarabb, mert várhatunk ugye, hogy kísérletezzen rajtunk, hát ha eltalálja, viszont ha tudjuk neki mondani, akkor ő is ugye neki sokkal könnyebb dolga van. És ugye, mint mondtad, a férfi az automatikusan fogja a fejet, csinál, irányít, viszont nekünk meg föl kell bátorodni. Úgyhogy amit te is csinálsz, szerintem tök jó, mindenkit meg kell kérdezni, igenis legyen otthon vibrátorod, mert jó, tehát hozzásegít ahhoz, hogy megismerjük a testünket, hozzásegít ahhoz, hogy megéljük a nőiességünket, hogy mi is megérezzük azt a csodát. Egy nőnek az orgazmus szerintem más jelenthet, meg ugye máshogy is vagyunk programozva, más az orgazmus görbénk mondjuk, mint egy férfinek. Nekünk sokkal hosszabb, sokkal lassabban megy le. Egy férfi eljut a csúcsra, utána ő tök jól van, és neki az elég volt. Tehát nekünk ezt az érzést kell megélni, és élvezni, és nem szabad félni tőle. Monik, volt-e olyan mostanában, vagy amikor van, mit csinálsz, hogy úgy néznek rád férfiak, nők, mint egy szexuális fantáziának a megtestesítője, vagy ellenkezőleg nők megvetően néznek rád, hogy van-e ilyen, volt-e ilyen, és hogy reagálsz, hogyan dolgozod fel? Hát ez folyamatosan van, mind a kettő, az első, meg a másik is. Hát ugye nekem az egész munkám arról szólt az egész életemben, hogy valamilyen szinten a férfiak számára egy szexuális fantázia legyek, de ez azon a ponton meg is áll. Tehát ez nem fog tovább menni. A nők részéről sajnos a kommentelők, kedves kommentelők nagy része általában ő. Én ilyenkor mindenkinek azt szoktam inkább mondani, hogy mindenkinek joga van ahhoz, meg lehetősége, hogy elkezdjen diétázni, edze a testét, próbálja megszeretni magát, mert szerintem, hogyha valaki jóba van a testébe és önmagával, és mondjuk nem fusztrált belülről, és minden, tehát nem robban ki belőle ez a nagyon sok negatív energia, akkor biztos, hogy nem fog alád egy negatívat kommentálni, hanem mondjuk hozzáteszi a tényleges véleményét valamilyen szinten. Én mindenkinek elfogadom a véleményét, az egy más, hogy nem vagyok rá kíváncsi. Köszönöm szépen. Ennyi. Köszönöm szépen. Monik, odaérkeztünk, ahol te tehetsz föl egy kérdést nekem.
Jó, én tegnap, amikor megtudtam, hogy veled lesz az interjú, akkor keresgettem rólad sok mindent ugye az interneten, és gratulálok, és nagyon Köszönöm örülök, szépen. hogy te ezt az egész dolgot felvállalod, és szerintem majd, hogyha vége lesz ennek az egésznek, akkor én is szeretnék mindenhogyan valamilyen szinten kapcsolódni hozzá. Viszont egy dolog feltűnt, az, hogy amikor privát életedről akartam információt, minden le van törölve az internetről. Tehát nincsen Wikipédia, aki elmondja, hogy milyen családi állapotban vagy, hány éves vagy, mit csináltál, a honlapodon vannak kint ugye az iskolák, a kurzusok, hogy miért vágtad teljesen el a múltnak ezt a szálát, hogy mi az, amit nem akarsz, hogy az emberek tudjanak rólad, és miért. Képzeld el, hogy nem volt Wikipédiám soha, tehát nem töröltem ki. És azért nem volt Wikipédiám, mert hogy a Wikipédiához képzeld el, hogy bárki hozzáírhat bármit. Sajnos, igen. Úgyhogy nem vállaltam annak a kockázatát, ahogy te mondtad, hogy frusztrált emberek így éljék ki az ilyen-olyan érzéseiket, hogy oda bejavítanak. Ez az egyik. A másik, hogy nagyon sokat beszélek interjúkban, akár a cikkeimben magamról. Tehát akár a gyerekkoromról, vagy egyéb, nem tartom abszolút semmilyen titoknak. Sem, hogy mikor születtem, honnan származom, tehát semmit az égvilágon. Ám nem érzem szükségét annak, hogy ezt úgy külön feltüntessem valahol, mint mondjuk a Wikipédia, mert ha valaki kíváncsi rám, mint te, azért elég sok információt Igen. megtalál, elég sok információt megtalál, úgyhogy nyugodtan kérdezz, és akkor szerintem ezzel segítesz esetleg a nézőknek is, kérdezz valamit, amire kíváncsi voltál, de nem találtál információt, és nagyon szívesen válaszolok. Igen, például arra voltam kíváncsi, hogy mondjuk milyen a családi állapotod, meg az is érdekelne, hogy mik a céljaid ebben az életben. Mert a többit már megnéztem az interneten. Köszönöm szépen. Férjezett Igen. vagyok. Férjezett vagyok. Második házasságomban élek. 17 éve. Van egy 27 éves, köszönöm, van egy 27 éves ragyogó, csodálatos fiam, persze elfogult anya vagyok, Igen. de nem csak, objektíven is az. Úgy gondolom, hogy az egész értelme annak, hogy itt vagyok a Földön, én így ébredek, az az, hogy minden nap tegyek valamit a nagy földért, de hát nyilván a közegemben, ahogy tudom, azzal az eszközzel, amit tudok, és mind emellett próbáljak nagyon korrekt és őszinte maradni, ami nyilván ez azt teszi, hogy nem lesz multimilliómos belőlem, hogy hagyjak nyomot, és hogy hagyjak egy olyan nyomot, egy olyan hagyatékot magam után, ami segít az embereknek abban, ami őket előbbre viszi, teljesen mindegy, hogy mi. És ugye sokszor kapom vissza azt a kérdést, hogy miért nincs három terület kijelölve, hogy te abban vagy specialista. Hát mondom, mert az ember, amikor elérkezik abba a korba, amelyben én vagyok, akkor már megjárt egy-két-három dolgot, 30 éves munkaviszonyom van, tehát alapvetően van, amihez nem értek, elég sok minden, de ugye az életnek a válás után szinte ott van minden. Nem volt soha beszélgetésem így szexről és szexualitásról, és van egy műsorom, a jövő héten indul, amelyben mindenképp szeretnélek még meghívni, hogy beszéljünk live-ban. Az a Facebook live, vállaljuk a kommenteket és minden, mert egyszerűen ez is egy nyom. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy amit csinálunk most ebben a beszélgetésben, te is őszintén adtad magad, én is őszintén adom magam, és aki akarja, látja, aki nem akarja, így járt, és aki tanulni szeretne, Ennyi. Igen, és aki tanulni szeretne ebből a beszélgetésből, tud, ha akar, ha készen van rá. Úgyhogy ennyi. Így van. Utazni szeretnék, sok-sok kalandot megélni,
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Monik. Folytatni fogjuk, szerintem megbeszéljük az adás után, hogy mikor egy élő beszélgetésben. Nagyon, én úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy nyíltan beszéljünk ezekről a dolgokról. Szerintem is, mert én is ugye elvégeztem ezt a szexológiai tanfolyamot, ezt így nem mondtam, de nekem is úgy jött ez az egész, hogy annyi ember írt és kérdéseket tett föl nekem, amiket nem mertek, meg nem tudtak, hogy jól kérdezzék meg, és annyi boldog ember van igazából, és meg kell tanítani az embereket, föl kell őket szabadítani, főleg a nőket, igen. Mert ugye a férfiak elég szabadok. Lennének. Hogy igenis. Igen. Lennének, így van. Úgyhogy abszkor volt. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Monik, hogy velünk voltál, és további nagyon szép napokat kívánok neked. Köszönöm neked is, köszönöm, hogy itt lehettem. Szia!